A legkisebbek gyorsan otthonosan érezték magukat az újvárosi bölcsödében, Tolnán. A településen élők több évtizedes vágya valósulhatott meg a beruházással, hiszen eddig csak magánintézményeket tudtak igénybe venni a családok. 2023. szeptember 1-én új időszámítás kezdődött, és megnyílott a városi bölcsöde, ami... Hát én remélem, hogy aki itt van, az mindenki ugyanazt érzi, amit én, ez gyakorlatilag egy csoda. De hát nagyon, nagyon hosszú út vezetett ehhez a csodához, hiszen azon túl, hogy vágytuk azt nyilván, hogy legyen bölcsödénk, kellett a lehetőség. És 2019-ben adódott az a lehetőség, hogy pályázatot tudtunk benyújtani. Az önkormányzat akkor 450 millió forintra nyújtott be támogatási kérelmet, amit sikeresen el is nyert. Így a Bartók Béla utcai intézmény teljes mértékben állami támogatásból jöhetett létre. A bölcsöde 24 férőhelyes, 2-12 fős csoporttal indul, de a jövőben akár még egy csoportszobával is ki lehet bővíteni a létesítményt. Az ünnepélyes átadón részt vett Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő úgy fogalmazott, hogy a település az elmúlt időszakban több sikeres projektet is megvalósított, mintegy 2,3 milliárd forint értékben. Nagyon jó a bölcsödei normatív támogatás. A városnak körülbelül az üzemeltetési költségnek kevesebb, mint 10%-át kell biztosítani, a többit azt kormányzati nemzeti forrásból kapja meg a város. A kivitelezés során fő szempont volt, hogy egy modern, komfortos, a 21. század követelményeinek megfelelő épület jöjjön létre, ami egyébként új munkahelyeket is teremtett a városban.